És Esztergom Dysborgár lett kökény Roland Olimpiai bajnok kajakos. Roland 2010 óta versenyez az Esztergomi Kajakkeres Sportegyesület színeiben, munkájával és eredményeivel példát mutatva az Esztergomi fiataloknak. Az elismerésről az olimpiai óta eltelt bő két hónapon most vele beszélgetünk, Szerusz, jó reggelt, és magadhoz kaptál, ugye, hogy itt volna a kötelezettségek, nyilván ez fontos, de most már zsebedben nincsen? Nincs. 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 Nagyon voltak ezt legközelebb pótoljuk. Gratulálok a címhez és gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan hát sok minden egyébként gratulálnék, ami az olimpia utat telt el. Hogy, hogy érintenek ezek a dolgok téged, Roland, hogy azért így, hát egy nagyon-nagyon, hogy is mondjam, összpontosított figyelem, vető rátok, egy olyan fajta reflektorfény, ami érte, gyakorlatilag 30 éve dolgozom a szabad így fogalmazni, és azért voltak kiemelkedő eredmények, de gondolom, ez egy teljesen más minőség, ugye olimpiai bajnokként jönni, menni az országban. Igen, ez egy teljesen más, tehát Annyi elfoglaltsággal jár, hogy tényleg semmi szabadidő, még mondhatom, hogy a mai napig is. Tehát a héten is már volt két rendezvény, ahol voltunk, most megint itt vagyok, talán holnaptól már lesz egy nyugisabb pár napom. Uh -huh. de, ez azt de... Igen, ez azt jelenti egyébként, hogy ez már már néha, ha szabad így fogalmazni, terhes is, egy picit? Hát úgy terhes, hogy, hogy azért jó lenne egy kis szabadidő, hogy találkozni a barátokkal erre majd, talán majd mostantól lesz idő. És megértőek ebben a tekintetben, hogy most egyszerűen neked most egy fel vagy tűzve a zászlóra, neked most menned kell? Hát beletörődtek, sajnos. <laughs> de ettől barátok maradtak, tehát nem... nem e, van reméljük, ez marad... majd most fog kiderülni. De most fog kiderülni, <laughs> milyen a reakció. Hű. Szóval minden esetre az tény is való, hogy, hogy elképesztő mennyiségű helyen van annak súlya, ha te vagy ti megjelentek együtt, nyilván Rudival közösen, hiszen, hiszen legyen ez megnyitó, legyen ez valami társadalmi ügy, legyen ez valami, valami olyan ügy, ami mellé mindenképpen egy, egy, egy markáns, hiteles ember kell, vagy akár kettő, nektek ott kell lenni. Érzed-e azt egyébként, hogy valóban a jelenlétetek adott esetben súlyt ad bármilyen műrendezvénynek, aminek lehető nincs is köze a sporthoz? Igazából, amikor a gyerekekhez megyünk, az nagyon jó, mert ők nagyon felnéznek ránk, és, és akkor mindenki egyből kajakozni szeretne, Aha. ami nagyon jó a sportágnak. Uh -huh. Úgyhogy ezek a, az olyan rendezvények, ahol gyerekek vannak, az az nagyon jó, az mindig nagyon jól sül el. Én is, hát a szabad így fogom, hogy belerángattalak benneteket egy nem minden nap élménybe, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek erre a bizonyos látogatásra, ugye a Tegyünk Együtt a Daganatos Gyermekekért program keretében látogattuk meg a gyógyuló félben névű gyerekeket a Tűzoltó utcai gyerekklinikán. Jeleztem előre nektek, hiszen nekem ez most már több mint tíz éve az egyik szívügyem, hogy ez nem lesz egy, hogy mondjam, felhőtlen élmény. Hogy éltétek meg ezt, vagy hogy éltette meg személyesen? Hát igazából ledöbbentem, hogy, hogy milyen sokan vannak bent, sajnos. tehát így Nem gondoltam volna így, hogy annyira a gyerekeket is érint ez a probléma, ez a betegség. Annyiból volt jó ez a dolog, hogy mindenki arról számolt be, vagy csak szerencsére azokkal a gyerekekkel találkoztunk, akik gyógyulófélben vannak. Hál' Istennek egy... sokkal nagyobb arány, aki, aki ehhez a környékhez. Tehát ez egy, ez egy nagyon pozitív dolog volt, de amúgy, amúgy rossz volt látni őket. Összességében. Egyébként független attól, hogy ezért láttam, hogy amikor elővetted a zsebedből az aranyéremedet, akkor az úgy megcsillant a szemük. Igen, az, az volt szerintem nekik a, a nap egyetlen pozitív, mert nem is a mi személyünk, mert nem is azt szerettem volna, hanem az az aranyérem, mert ez mert egy ilyen tárgyi dolog, és, és tényleg soha nem láttak volna az életükben. Uh -huh. Tehát kézzel foghatóvá teszi mindazt, ugye, amiért ez Igen. a küzdelem zajlik, és mi ezt beszéltük, hogy tulajdonképpen picit hasonló a sorsotok, mert mind a kettőtök élete eh, egy nagyon komoly küzdés, csak a, a cél más, nyilván a gyógyulás és az életben maradás nektek, meg nyilván, hogy az olimpiai bajnoki cím volt. hát én bizonban, benne, és tényleg a visszajelzések azt mutatják, hogy azért ez nagyon-nagyon sokat lendít az ő akár lelki állapotukon is, meg a küzdeni akarásukon is. Szóval ez a figyelem, ami téged körülvesz, vagy titeket körülvesz, azt gondolom, hogy extra, ez zavaró is olykor? Tehát vannak ennek kellemetlen részei? Kellemetlen részei egyelőre nincsenek, még az utcán tudok szerencsére úgy közlekedni, hogy nem ismernek föl, úgyhogy Gondolok itt például arra, ugye, hogy talán szokatlan módon nem nagyon láttam ezt hasonlót, hogy még a bulvár sajtó is, akár a magánéleteddel is foglalkozik. Ez zavar -e? Hát igazából persze, hogy állítanak dolgokat. A, nem, Erre kérdezek nem is rá, jó, nem hogy, is szeretnék hogy, erről beszélni. Persze. persze. csak azért kérdezem, hogy akkor ez, ez, egy új fejezet, amivel ismerkedned kell, hogy az ember, hogyha a figyelem középpontjába kerül a sport teljesítménye miatt hangsúlyozom, akkor hirtelen más is fontos. Én lesz? a sport teljesítményemmel szeretnék a nem is a figyelem középpontjában, hanem, hanem, én azért sportolok, mert ezt így kitűztem annak idején magam elé, ezt a célt, meg nagyon szeretek kajakozni, és örülök, hogy megvalósíthattam az álmat. És hogyha ezzel örömet szerezhettem embereknek, meg az országnak, akkor, akkor szívesen megosztom ezt az élményt mindenkivel. De ezek szerint ezt az élményt, tehát a többire ne, legyek, ne legyenek kíváncsiak. Igen. Ha lehet. Igen. Jó, rendben, én sem foglak foglalkozni, mert ez nem is egy bulvár műsor. Viszont ez sokkal jobban érdekelne, ugye, hogy amikor hosszasan beszélgettünk korábban, ugye akkor azért mindig előre tekintünk egy ilyen olimpiai ciklus lezárás után az ember azért úgy fókuszál, és te Rudival ellentétben azért nagyon óvatosan úgy fogalmaztál, hogy te azért semmiképpen nem nézel előre négy évre, tehát Rio az, az a te életedben messze van de hát azért még addig is van ugye négy esztendő, egyenként is érdemes ezekre gondolkodni. Úgyhogy ennek szellemében el is kezdték, el is kezdted a felkészülést egy hónapja. Pont azt kérdeztem, hogy az izomláz melyik fázisában vagy? Hát, mivel nagyon sok rendezvényre járunk, még ilyen, a napi egy edzéseket tudok bevállalni, ami egy kicsit hosszabb, mint a többieknek. Mm -hmm. És most volt tegnap előtt az első olyan kondicionáló edzés, ami, ami a többiekkel ilyen vezetett, ilyen jó másfél órás kis tréning volt, amitől elég nagy izomlázam lett, hogy van. Mely, mely, mely izomcsoportokra érted ezt legfőképpen? Hát igazából azt kéne megkérdezni, hogy melyikre nem, mert, melyikre nem? <laughs> mert mindenhol van. Ha jött nem Mind, Mindenhol van. Tehát eddig még vizem voltunk, most, hogy bejött ez a hidegfront így, most jöttünk be szárazföldi munkára, és tehát ez így eléggé megvisel még. Ki, ki most az edzéseket? Én most, mivel a rudiék kimannak Szerbiába, én most a Honvédba Kis uh -huh. Istvánnal az ő csapatával fogok készülni. És ez most akkor tartósan is így fog kinézni? Ez ö, szerintem a téli munkában mindenféleképpen, és akkor majd a páros edzésekre fogok csatlakozni a Rudihoz. És akkor ez a Katalin lesz, aki onnantól kezdve egy picit... Ö, szerintem majd közösen majd. Uh -huh. Van nekem esztergomba is edzőm, a Piatány Vitali. Aki, aki szintén ugye most megkapta egy díszpolgári címet, akinek szintén gratulálunk ehhez és hát majd így közösen hárman akkor így összedolgoznak. Világos. Ő egyébként mennyire vesz aktívan részt a te felkészítésedben? Hát ő annyira, hogy ő, ő, Esztergomba, neki van szintén csapata, és hát gyerekekkel foglalkozik, úgyhogy neki mindig ott kell lenni. <kül> Telefonon szoktuk megbeszélni a dolgokat, és hogyha én tehetem, akkor lejárok Esztergomba, és akkor, akkor edzünk együtt, megnézünk milyen állapotban vagyok, megbeszéljük, miket csináltam, és, és akkor úgy, Egyébként ez, ez az Esztergomi elismerés, ez mondjuk mennyire köt téged jobban a városhoz, egyetem mennyire érzed a kötődésedet tekintettel arra, hogy azért ez egy csak néhány évre visszatekintő kapcsolat az Egyesülettel. Hát én három éve vagyok Esztergomi színekben, úgyhogy nagyon szeretek lejárni, uh -huh. nagyon sok barátra találtam a városban, és hát nagyon kis nyugis hely, úgyhogy nagyon szeretem, nagyon hangulatos akkor ez most így jó, tehát mind az Egyesület, mind a, a felkészülés szempontjából ez most mondhatjuk egy optimális állapot, ugye? Igen. igen. Jó, 2013-ra azért még, még gondolom aktív és versenyzői terveket. Hát jövő évre még természetesen, tehát a os Aha. és hát egyelőre tényleg csak a, azzal foglalkozom, hogy jövőre kiújtsunk a világbajnokságra, és majd a világbajnokság után persze megbeszéljük, a Rudival, hogy akkor hogyan tovább, megnézzük, milyen állapotban vagyok, egyáltalán sikerül-e kijutni, uh -huh. mert azért az is fontos, tényező, és meg meglátjuk, hogy tényleg, hogy alakul az én életem, hogy, hogy tudom még vállalni a következő éveket, vagy már jobb lenne, ha nem versenyeznék, uh -huh. ezt majd az orvosok is megmondják, én azért az egészségemet is szem előtt szeretném tartani. Hogyne, hogy ne, ami ez egy nagyon bölcs dolog. Hát én azt gondolom, hogy ez a, ez a szerény, fontolva haladása, te sikereidnek a titka az, hogy azért te gyakorlatilag 30 éve hittél abban, hogy olimpiai bajnok leszel, meg is mondtad, úgyhogy aki hitetlen volt, az most ilyen szempontból csalódott, hála Istennek, azt kell mondanom. <laughs> Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és sok sikert kívánok, akkor ezek szerint a következő évi felkészüléshez is. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál.